Szeretettel köszöntelek benneteket, nyolcadikos diákok. Egy nagyon érdekes témához érkeztünk el itt 8. év végén. Jugoszláviáról lesz a második világháború után. Rögtön azzal kezdeném, hogy a második világháború nagyon megtépázta Jugoszláviát. Különböző adatok vannak arról, hogy mennyi halálos áldozata volt ennek a második világháborúnak az egykori Jugoszláviában. Egy biztos, hogy több mint egy millió ember halt meg a négy és négy, négy éves háború során. Teljesen lerombolták az országot, különösen a, a megszállók visszavonulása idején a vasútvonalakat, a gyárakat vagy megsemmisítették, vagy vissza át, elszállították Németország irányába. Rögtön az első komoly feladat volt az újjáépítés, az ország újjáépítése, amelyben a hadsereg, a fiatal újonnan megszületett jugoszláv néphadsereg mellett még az ifjúság is kivette a részét a különböző munkakciók során. Rögtön 1945. novemberében, tehát a háború befejezése után körülbelül fél évvel egy népszavazást tartottak, amelyben a polgárok döntöttek arról, hogy milyen államformát választanak. És a köztársaság mellett döntött a lakosság túlnyomó többsége, tehát befejeződött ezáltal a jugoszláv királyság, amely a két világháború között létezett. És rögtön kiemelném a jugoszláv kommunista párt egyeduralmát, Josip Broz Titoval az élem, amely párt Leggyorsabban a kelet-európai, közép-európai országok közül a kezébe ragadta a teljes hatalmat, és nagyon lényeges itt a zárójelben nem véletlenül jegyeztem meg, hogy 1945 és 48 között a Szovjetunió támogatását élvezte ez a kommunista irányultságú jugoszláv állam. Majd később lesz erről szó, hogy 48-ban egy 180 fokos fordulat következik be. Itt a képen látható az egykori Jugoszlávia zászlaja, és a közepén ott látható az ötágú vörös csillag, tehát amely azt jelképezi, hogy a, ez az ország a nagyon sok kommunista országhoz hasonlóan ezt a politikai irányt utat választotta. Szeretném itt röviden kielemezni az új országnak a címerét, és rögtön egy dátum van itt. 1943 november 29-e, ezt szokták nevezni a Jugoszlávia, a szocialista Jugoszlávia születésnapjának, hiszen még a háború tartott 43. november 29-én határoztak arról, hogy Jugoszláviát föderatív alapon fogják újjászervezni és ezt a föderációt jelképezi a hat fákja, amely egy lángba torkolik. Ez azt jelentette, hogy hat köztársaság fogja alkotni majd a háború után ezt az országot, és így itt látható a térképen, Északnyugatról haladva Szlovénia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, mint a legnagyobb tagköztársaság, a legkisebb Montenegro és délen Makedónia. Most még hogy kicsit komplikáltabb legyen a helyzet, Szerbián belül még két autonóm területet, autonóm tartományt hoztak, alkottak meg, ez a Vajdaság és Koszovó területek. Haladjunk tovább. Erre a háború utáni időszakra egészen haláláig 1980-ig Josip Broz Tito neve fémjelezte ezt a korszakot. Ő látható a képen, valamint kiragadtam egy képet, az úgynevezett staféta várást. Minden év május 25-én, Tito születésnapján a Belegrádban, a fővárosban átadták Titónak a stafétát, amely előtte, másfél-két hónappal korábban indult útjára, az ország minden egyes térségi területét, nagyobb településeit végigjárta, és ezt nevezték ifjúság napjának, tehát Tito születésnapját. Most Tito személyénél ragadva, ő személykultuszt épített ki, korlátlan hatalmú ura volt az országnak, és óriási változáson is ment keresztül 35 éves uralma alatt a személyi kultusz. Már tanultátok a második fél év elején a Stálin személyi kultuszát, ez is hasonlóan indult. 1945 után néhány évig pont olyan drasztikus, durva, diktatórikus módszerekkel vezette az országot Josip Broz Tito és a hívei, a kommunisták, a jugoszláv kommunisták, mint Stalin. Később azonban 1948-ban egy változás következett be. Még, ti, mi, Mielőtt még erről a változásról beszélnék, Titoval kapcsolatban, kedves gyerekek, a figyelmetekbe ajánlanék egy nagyon fontos dolgot, vagy úgy is nevezhetném, egy házi feladatot adnék nektek, hogy beszélgessetek el a szüleitekkel, de még inkább a nagymamával, nagytatával, hogy ők milyen emlékeket őriznek erről a korszakról, és magáról Tito elvtársul, ahogy nekem is kiskoromba kellett nevezni. Én merem minden megjósolni, hogy a nagymamák, nagytaták túlnyomó többsége szép emlékeket őriz róla, pedig az imént még azt mondtam, azt említettem nektek, hogy ő egy diktátor volt. Csak idővel ez a diktátor puhult, enyhült, amelyről majd később persze szó is lesz. Na nyilvánvaló lesznek olyan nagyszülők, akik Rossz, negatív emlékeket őriznek erről a korszakról. Csak gondoljunk például azok a nagymamák, akiknek a szüleit, édesapját mondjuk rá, éppen a háború vége felé itt a mi vidékünkön Tító partizányai gyilkoltak le. Haladjunk tovább. Említettem az imént 1948-at, amely egy fordulópont a másik világháború után Jugoszlávia történetében. Addig, mint ahogy mondtam is, Stálin kebel barátja volt Tito, 48 nyarán egy nagy szakítás következik be a két diktátor között, Stálin és Tito között. Úgy is mondhatnám, hogy a többi szovjet befolyás alatt lévő kelet-közép-európai kommunista-szocialista állam kiközösítette Tito-t és egyben a Jugoszláviát, és ez volt a tájékoztató iroda időszaka, tehát a kommunisták létrehoztak egy ilyen tájékoztató iroda nevezetű nemzetközi kommunista szervezetet, ahol kiátkozták, hogy használjam ezt a furcsa kifejezést, Jugoszláviát és a Jugoszláv kommunista pártot, amely majd később felveszi a Jugoszláv kommunista szövetség nevet is. Na most, talán ez volt a elődeink, nagyszüleink, dédszüleink szerencséje mindenképpen gazdasági értelemben, mert Tito Jugoszláviája ekkor kezdett közeledni a nyugati államokhoz. Tehát az Amerika Egyesült Államokhoz, a Német Szövetségi Köztársághoz, Franciaországhoz, Olaszországhoz különösen. És rendkívüli jelentős gazdasági segítséget nyújtottak ennek a, hát nevezzük így, rebellis, lázadó kommunista államnak. Örültek a nyugatiak, mert az előző órán tanultátok, hogy óriási ellentét volt a hidegháború időszakában a nyugati kapitalista demokratikus államok és a keleti Szovjetunió vezető, vezetés alatt működő kommunista államok között. És örültek, hogy visszatér az eredeti gondolatmenetemhez, hogy egy ilyen lázadó ország nemet mert mondani a Szovjetuniónak. És jelentős gazdasági segítséget nyújtottak Jugoszláviának. Nagy része, különösen az első időszakban nem visszatérintendő kölcsönökben nyilvánult meg, tehát nem kell soha visszafizetni. A másik fontos dolog a külpolitikára vonatkoztatva Jugoszláviának az el nem kötelezett országok mozgalmát alapította meg Jugoszlávia Egyiptommal és Indiával együtt, amelyhez rengeteg-rengeteg, főleg a harmadik világbeli, ázsiai, afrikai ország csatlakozott a későbbiekben. A belpolitikára visszatérve, egy új szocialista utat jelölt ki magának Jugoszlávia, természetesen tiltó egyetértésével, ösztönzésére. Ez pedig úgy nevezik, hogy önigazgatás. Ismét csak kérdezzétek meg a nagyszüleitek kedves, nagyszüleiteket, kedves gyerekek, hogy hogy is működött az az önigazgatású szocialista társadalom. Én ebben nagyon nem mennék bele, mert elég komplikált, összetett és időigényes dolog lenne. De annyit kiemelnék, hogy az állami tulajdon, amely jelentős mértékben volt jelen a szocialista országokban átalakult társadalmi tulajdonnál, és a lényeg az, hogy elméletileg a munkások, ilyen munkástanácsok a munkásgyűléseken keresztül beleszólhattak a gyárak, a vállalatok irányításába, igazgatásába. Az 50 évek második felétől kezdve az életszínvonal nagy mértékben növekedett. Ön, nem szerettem a statisztikai adatokat előhozni, de ezt mindenképp el kell, hogy mondjam. Körülbelül 10 éven keresztül az ország éves gazdasági növekedése évente 10%-ot is meghaladta, ami óriási növekedés volt, amely maga után vonta, természetesen párosulva a nyugati országok támogatásával, maga után vonta az életszínvonal emelkedését, személyautók, háztartási gépek, televízió, stb. ebben az időszakban jelent meg az egykori Jugoszláviában. A másik fontos szó a decentralizáció, amit már gondolom tanultatok és tudjátok, hogy, az, hogy több központ létezett, tehát az imént említett hat köztársaság, nagyfokú és egyre nagyobb fokú önállóságot élvezett ebben a szövetségi államban, amelynek a neve majd később Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság volt. Haladjunk tovább. 1980 májusában meghalt Tito elvtárs, Josip Broz Tito, és ekkor jönnek a felszínre azok a gondok, problémák, amelyeket addig Tito tekintéje, karizmája, a szőnyeg alá söpört a gazdasági nehézségek. Hát mint általában minden szocialista ország, igaz, hogy Jugoszlávia egy, külön szocialista utat választott magának, de minden szocialista ország előbb-utóbb bele roppant a, egyrészt a fegyverkezési versenyben, más, másrészt pedig, hogy a gazdaság, a szocialista típusú gazdaság nem jól működött. Már a 80-as években elindul az infláció, bizonyos árucikkekből hiány volt, Ismét a nagyma, kérdezzétek meg, hogy milyen hétköznapi fogyasztási cikkekből volt hiány. meg egy érdekesség, csak a 80-as években egy bizonyos időszakban úgy próbáltak takarékoskodni az üzemanyaggal, hogy meg volt határozva, hogy melyik napon közlekedhetnek a páros számmal végződő, autók, rendszámtábláról beszélek persze, és a másik napokon, napon pedig a páratlanak, ez is egy furcsa időszak volt. Mint említettem, az infláció, bár az infláció az majd később még keményen, még erősebb volt a 90-es évek elején, de erről majd ő, néhány perc múlva beszélek is. A nemzetközi helyzet is megváltozott, mint hogy említettem és tanultátok is az előző órán, hogy a szocialista Valsói szerződés szétbomlott, a Szovjetunió széthullott, és a kelet-közép-európai, korábban szocialista államok a kapitalista, demokratikus utat választották. Jugoszlávia épp ebben a nehéz változásokkal tel időszakban hullott majd szét. 1991-re nagyon felerősödött a negatív értelembe vett nacionalizmus. Minden tagköztárság, illetve minden tagköztárságban élő nemzet körében, itt főleg különösen a kezdetekben a, a szerb-horvát konfliktus ellentét éleződött nagyon ki, de tudjátok nagyon jól a korábbi tanulmányaitokból, hogy már ez a két világháború között is elég éles megmutatkozott a két nemzet között. És 1991. júliusában nyarán először Szlovénia és Horvátország nyilvánította ki a függetlenségét. A nemzetközi közvélemény, illetve a más országok elismerték ennek a két államnak az önállóságát, függetlenségét. Szlovéniában is voltak kisebb néhány napig tartó összecsapások, de különösen Horvátországba húzódott el, és nagyon sok főleg civil áldozatot vett el ez a háború, tehát okozott ez a háború. Majd szűk egy évvel később Bosznia-Hercegovinában is, 92. tavaszán kitört a polgárháború, épp két ilyen kép a háborús időszakról készült. És következő a az országok kiválása, tehát az egykori Jugoszláviából a korábbi ö, tagköztársak kiválása időszakában ö, létrejött egy ö, már nem szocialista, hanem jugoszláv szövetségi köztársaság, amelyben már csak a korábbi hatból két <coughs> tagköztársaság maradt meg, a legnagyobb és a legkisebb. Szerbia és Montenegro, és mivel Szerbia is a háborúban közvetlenül közvetve részt vett a Horvátországi-Boszniai háborúban, a nemzetközi közösség gazdasági záradattal sújtotta a maradék Jugoszláv Szövetségi Köztárságot. És itt volt az igazi nagy infláció. Ismét kérdezzétek meg akár már a szüleiteket is, hiszen éltek, emlékeztek, rá, fiatalok voltak -e ebben az időszakban. És lehet, hogy otthon a fiókban találtak ilyen sok-sok sok nullás dinárt, bankjegyeket, amelyeknek az értéke rövid idő alatt, néhány nap alatt uh, lenullázódott, tehát ilyen milliárd dinárok uh, forogtak uh, forgalomba. És ebben az időszakban, uh, nek a Jugoszláviának volt az elnöke, illetve Szerbiának is volt egy időszakban elnöke, Jossi uh, Szlobodán uh, Milosevic, aki uh, tehát eléggé megosztó személyiség volt, uh, és az ő ide, idejében úgymond uh, uralkodásának idejében, már ez nem jó kifejezés, emelkedett ki, jelentkezett a koszovói válság. A koszovó, mint láttátok a korábbi térképen, vissza megyek a korábbi térképhez, itt van, koszovó, Szerbiának ez a déli autonóm tartománya, ahol a, viszont a lakosság túlnyomó többsége már akkor 80-85 százaléka albán nemzetiségű volt, már a 80-as években, Tito halála után jelentkeztek az első repedések a szerb-albán együtt élésben, és nagy volt a népszaporulat az albán lakosság körében, és idővel igényelték az elszakadást, amit tudjátok idegen szóval szeparatizmusnak nevezzük, az elszakadási vágyat, és Milosevic, Szlobodán Milosevic idejében tetőzött ez, és 1999-ben a NATO, ugye tudjátok, ez egy nagyon erős katonai szövetség, ma is létező katonai szövetség, amelynek a vezető állama az Amerikai Egyesült Államok, de más NATO tagállamokkal együtt 1999 tavaszától, korai nyaráig bombázták a maradék Jugoszláviát, tehát a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot. Majd Koszovóba bevonult a nemzetközi haderő, a szerb csapatokat onnan kivonták, és végül ez az utolsó pont, időpont, évszám 2006, amikor is megszűnik a Jugoszláv Szövetségi Köztárság népszavazással a kisebb tagállam Montenegro is kinyilvánítja a függetlenségét, és maradt Szerbia 2006-tól kezdve mint önálló független állam. És ezzel a gyerekek befejeződött a, hát még nem teljesen a nyolcadikos téma tananyag, de Jugoszláviát mindenképpen ezzel, és a Szerbia történelmét ezzel befejeztük, és sok sikert kívánok a kísérettségi, majd pedig a középiskolai tanulmányatokhoz. Viszont